tisztelt ünneplő közönség! A köszönet szavával kezdem. Nemzetes Hárdas Ferencnek, minden szervezőnek és a jelenlévőknek, hogy erre a szép ünnepségre itt összejöhettünk. Az idő is mutatja Szent Péter közbenjárására, hogy mennyire nagy eseményt ünnepünk itt ma. Mindenki azt hitte, hogy el fog minket a szél fújni, jó esetben csak az eső verel, ezzel szemben gyönyörűen süt ránk a nap, esetleg még túl erősen is. Tehát Horthy Miklós, Vitéz nagybányai Horthy Miklós, főmérkóság úrra, Magyarország kormányzójára emlékezünk abból az alkalomból, hogy mellszobrát itt ma föl fogjuk közösen alatni. 45 év szocializmus és több mint 20 év legalább annyira romboló neoliberalizmus a következtében Magyarországon még mindig általában a köznyelv, főleg a média, tisztelt a kivételnek, konzekvensen Horthy rezsímről beszél, ami ugye a magyarban egy kicsit pejoratív, megbélyegző, és nem Horthy korszak. És ezzel természetesen összekötnek jó néhány gyönyörű sztereotípiát. Például a klerikál fasiszta Horthy rezsim, vagy a 3 millió koldus ország, vagy rövid utalás történt már ma, a második hadsereg, magyar második hadsereg feláldozása a Donnál. Nagyon nagy öröm számomra, házasszonyunk elfelejtett a nevét felolvasni, hogy közöttünk van Dr. Hans Hermann Freiherr von Wimpfen, légy olyan kedves, állj föl, mert ezzel a névvel Hansi, állj föl, légy szíves. Ezzel a névvel természetesen valaki csak magyar lehet, és ő az, aki mindenkit megelőzve egy csodálatos disszertációt írt a második magyar hadsereg valódi történetére. Az ő munkájából merített aztán neves Kürti tanár úr, persze a kommunista időben nem nevezhette meg a forrásokat, Gosztonyi Péter, és nem sorolom a többiek. Nagyon nagy köszönet azoknak a magyar történészeknek, itt például az előttem szóló Raffay Péter professzor úrnak, akik igazi hősiességgel harcolnak történelmünk visszaszerzéséért. Nekünk nem azért kell harcolnunk, hogy a jövőt építsük, hanem azért, hogy a múltunkat visszaszerezzük. Jövőt építeni csak azt mondjuk, aki szilárd alapokon áll, már pedig ez a történelem és a hagyomány tisztelete. Ezért olyan fontos minden olyan rendezvény, amely történelmünk nagyjait a ma élő emlékezetébe idézi, és azoknak szobrot állít. A szervezők azt a feladották nekem, hogy a gazdasági, szociális vetületéről beszéljek a Horthy korszakról. Ugye ez különösen érdekes, mert állandóan halljuk ma is azt, hogy mennyire elmaradott ország volt Magyarország, és mennyire antiszociális rezsim működött. Hát a számok valami egész más mutatnak. Nem kell felidézni, hogy milyen óriási veszteség ért minket Trianonba, nem csak az tiszta magyar lakosság több mint egyharmadának idézelve elcsatolása, nem kétharmada, több mint 70%-a az ország elvesztésének, és ebben is mostan a gazdaság a legfontosabb területeinket vették el magyarul. A legnagyobb fakitermelőből Európában, a legnagyobb só kibányászból, arany, ezüst, mangán, nem sorolom, a mai napi legfontosabb ipari nyersanyagokat, mind elvették tőlük. Elvették tőlük Bácskát, Bánátot,
elvették a legjobb mezőgazdasági területeinket. Elvették a dús hegyi legelőket. Miért fontos ez? Az extenzív állattartás akadályozza meg egyedül azt, hogy mint az elmúlt 20 évben mindig évről évre minden fejlett európai országban és Amerikában óriási élelmiszer botrányok törjenek. Ez mind az úgynevezett intenzív állattenyésztésnek az idézelve, tehát áldásos következmény. Tehát hol állhatna Magyarország, ha a régi területeinken folytathatnánk egész Európa javára élelmiszer feldolgozást, előállítást. Az akkori kormány, kezdjük a Bethlen kormány, minket és ez minden szakért külföldön, belföldön megállapították, beleértve a híres angol közgazdász Lord John Maynard Keynes, Magyarországot halálra ítélték gazdaságilag Trianonban. Ezzel szemben mi történt? 5 év alatt az államháztartás egyensúlyba került, 5 év alatt sikerült elérni a háború előtti ipari és mezőgazdasági termelést, 1927-ben a Bethlen kormány megalapította a Magyar Nemzeti Bankot. Minden szónak jelentősége van, mert 1913-ig nem volt már 40 után Magyar Nemzeti Bank, hanem a külföldi nagy pénz érdekeknek szolgája volt a Magyar Központi Bank. A pénzügy nem, most nem. Épp az, hogy most szembeszállunk a diktátummal, hazaküldtük az IMF-et, a Nemzetközi Valuta Alapot, és most Magyarország valóban megpróbálja a saját útját járni gazdaságpolitikai téren, megfelelő eredményekkel, de nem ez a témában, hanem a Horthy korszak gazdaság-szociális eredmények. 3 millió koldus a Bethlen-Nagyatádi földosztásban szocialista történészek, hölgyeim és uraim mondják, több mint 300 000 ember jutott földhöz, családtagjaikkal együtt az akkor 8 milliós Magyarországban, csonta Magyarországban, több mint 2 millió ember. A szocialista történés szerint is ez egy óriási cselekedet. Ha nem jön a háború, tovább nem tud volna. Most akkor mégis ugrok a mára. Tessék elképzelni, hogy a nemzeti föld alapban 1,5 millió hektár van. Milyen földosztást lehetne Magyarországon végrehajtani, de nem úgy, hogy az állam eladja a földet, az nem szabad, az a nemzeti. Hanem hosszú távon valóban a földön dolgozó magyaroknak bérbe adja, hosszú távon, de nem eladja. A nemzet vagyonát nem lehet eladni. Az akkori párhuzam a kölcsönetért, amiért Magyarország rá volt szorulva, azt követelték, hogy Magyarország 1,2 millió holdat, akkor holdba beszéltek, adjon fedezet. Gróf Bethlen István miniszterelnök azt mondta, egy négyzetmétert sem. Magyar földet nem adunk külföldi kézbe. Megtanultuk a leckét a törökök kiűzése után, a Rákóczi Szabadságharc után, 48-49 után, ebből többé rendjük. Nagyon-nagyon rendjük, hogy az Európai Unió hatalmas nyomása ellenére a magyar kormány igenis ellenáll ennek a követelésnek, és igenis magyar kézbe adja, de nem tulajdonban, hanem bérletbe a földet, és a jogtalanul, tudatosan jogtalanul földet szerzett a külföldiektől pedig elveszik. A következő megint szociális intézkedés. 1927-ben bevezették az általános biztosítási rendszer, amiről egy brit történész azt mondta, an excellent system of social insurance. Hölgyeim és uraim, amikor egy brit azt mondja, hogy excellent, az azt jelenti, hogy valami csodálatos, valami nagyszerű, valami egyedülálló. Na ez volt az antiszociális Horthy korszak szociális rendszer. A mai napi példamutató, akkor is példamutató volt elnökállam, hogy ez elmúltétett brit történet megállapítása. Összegezve, amíg Magyarországot bekényszerítették a II. Világháborúba,
az ezer sebből vérző pianói Magyarország elérte megint külföldi közgazdászokat idébe, úgy a bérekben, mint a szociális teljesítményekben, mint a élelmiszeriparban, a közép-európai népek. Azt mondják, az állam csak rossz gazda lehet, ezért kell a liberalizáció, dereguláció, privatizáció. Igen, ezzel szemben a Horthy korszakban fölépítették a világhírű magyar finommechanikát, elektrotechnikát, élelmiszeripar, a legkülönböző vas földolgozóiparokat, nem sorolom tovább. Európai csúcs teljesítményekre voltunk képesek. Ma a MOM, Magyar Optikai Művek, világhírű volt, még a kommunista időben is, egy bevásárlóközpont. Mondanom se kell, hogy egy idegen kézben lévő bevásárlóközpont. Ez sikerült elérni a privatizációt. Tehát nagyon-nagyon sokat tanulhatunk 2017 Magyarországán, ebből a 20-21 évből, mindig a háborúig beszélek, ez egy más történet. De a legeslegfontosabb, a gazdaság alapja az oktatás. Aki ezt nem tudja, már pedig a neoliberálisok ezt nem tudják, és vagy tudják, de tudatosan szétverték, ami kommunista időben is a régi Klebelsbergi, Hohmann-Bálinti alapokra épülő magyar oktatást, aki ezt szétveri, az éri el, hogy a gazdaság nem tud megfelelő teljesítményeket felmutatni. Ez egy tudatos rombolás volt. Nekünk ezzel szembe kell szállni. Szembe kell szállni azzal, hogy Hohmann Bálint, aki Klebelsberg után a legnagyobb magyar oktatáspolitikus volt, a mai napig nem lehet az akadémia tagja. És ezt olyan emberek döntik el, akik először a kommunizmus kiszolgálói voltak, most pedig a neoliberalizmus bérencei, másképpen más szót nem tudok mondani. Hál' Istennek, ez csak a társadalomtudományokra van ott, az akadémiában, a technikában, az orvosi részen és más tereken már van jobb. Tehát nagyon-nagyon sok mindent tudunk tenni. És mi a legfontosabb, ami kedves barátom Raffai Erna az előbb hangsúlyozott? A kormányzó személyében stabilitásra, mert a fősorok eredmények a gazdaság, oktatás, szociális téren természetesen nem a kormányzó egyedül ért el, abban benne voltak a miniszterelnökök, a miniszterek, minden tisztességes magyar ember is, főleg a csontország akkori 8 millió emberek. De az, hogy ez létrejöhetett, ahhoz kellett az ő személyiséget, ahogy Ernő mondotta, az ő stabilitást biztosító szálfa egyenes magyar jellem, amit külföldön is elismertek akkor. Tessék el olvasni a külföldi értékeléseket Vitéz Nagybányai Horthy Miklósról, a kortársak idézetében, akár baloldalúság. És na most a lényeg, és most elhagyom a gazdaság szociális teret, amit feladatom. A legnagyobb eredménye a korszaknak volt a nemzet összefogás. Baltól, a szociáldemokratáktól, az baloldali vezetési szakszervezettől, Jobbik, az alapvető nemzeti kérdésekben mindenki egyetértett. Egyetlen egy ember nem mondhatta volna ki azt, amit Magyarországon most a parlamentben valaki kimondott, hogy Trianon igazságos. Ez elképzelhetetlen neki. Tessék megnézni, hogy József Attilától kezdve az úgynevezett népírókig hogyan vélekedtek Trianonon. A nemzeti összefogás adott. Én úgy érzem, ez a mai rendezvény nem arról szól, hogy mi valakit ellen lépünk fel. Mi valamiért lépünk fel. A nemzeti összefogásért. Baltól Jobbik. Zárójelbe jegyzem. Gyönyörűen elénekeltük a szép vagy Magyarországon. Jó lenne, ha tudnám, hogy úgy a szövegszerzője, mint a zeneszerző magyar, zsidó, magyarok voltak. És sorolhatnám a példákat, hogy a magyar zsidóság hogy áll ki Trianon után, vagy a nálunk maradt nemzetiségek hogy álltak. Tehát ez is egy példa számunkra 2017 Magyarországon. Ne azt nézzük, ami minket elválaszt. Azt nézzük, ami minket összetart. És ennek a jegyében kerül majd leletezésre ez a szobor, és ez fog minket arra újra és újra figyelmeztetni, csak akkor van ennek a szerencsétlen csonka országnak, de aminél sokkal fontosabb,
a 15 millió magyar kultúrnemzetnek jövője, ha összefogunk. Köszönöm mindenkinek azt, amit ezért tesz, és köszönöm a rendezőt.